Sziasztok, szép napot! A következőkben egy gyönyörűséges halszálkafonást fogok készíteni, ami aztán valamilyen kis aranyos konyba fog végződni. Első lépés, rendkívül egyszerű lesz, készítek egy oldalválasztékot. Lássuk akkor a fonást. Először is leválasztok egy tincset, amit aztán ráadásul rögtön ketté szedek. Itt van egy, itt van kettő. Ez a két fő tincsünk. Mostantól kezdve ezekkel fogunk dolgozni. Elsőként mondjuk ebből leválasztok egy még kisebb részt, és egyszerűen csak átadom a másikhoz. Továbbra is kettő tincsem van, és akkor most jön egy picikét bonyolultabb dolog, méghozzá az, hogy innen előről, látjátok, ennek semmi köze eddig a fonáshoz, innen előről is leválasztok egy kicsi tincset, és ezt is átadom. Ugyanoda, ahová az előbb ment a picike. Na, megint van kettő tincsem, ugye? Nem lett három, nem lett négy, még mindig kettő van. És akkor fogom ezt a tincset, ebből is leválasztok egy kicsit a széléről, és átadom az ellenkező oldalnak. Plusz még, utána küldök innen, ugye ez sincs eddig benne a buliban, na majd most beszáll, tehát innen leválasztok egy tincset, és ezt is átadom a neki szemben lévő oldalhoz. És továbbra is, ha megnézzük, két tincsem van. És innentől kezdve csak ezt kell ismételni. Tehát akkor még egyszer leválasztunk egy kicsit mindig a széléről, átadjuk az ellenkező oldalnak, plusz még utána küldünk egy tincset, nevezzük akkor ezeket a nézőtérnek, a nézőtérről továbbra is kettő van, széléről leválaszt, átad, és még utána küld egy adag hajat. És így tovább, egészen addig, amíg el nem érünk ide a fül magasságáig. Szuper, eljutottam a fülemig, úgyhogy most egy picikét meg fogom lazítani az egészet, ami nagyon egyszerű, csak így meg kell fogni egy-két ilyen kis tincset, és az ujjainkkal picikét így meghúzgálni. Na, ez meg is van, azért is sokkal klasszabbul néz ki. Most egyszerűen csak itt ezt már simán végigfonom halszálkafonásba, ami igazából ugye tulajdonképpen az, amit eddig csináltunk, csak nem kell sehová hozzáadni semmiből, tehát mindig csak a széléről leválasztunk egy picit, átdobjuk az ellenkező oldalra. A széléből leválasztunk egy kicsit, átdobjuk az ellenkező oldalra. A széléből leválasztunk egy kicsit, és átdobjuk az ellenkező oldalra, és így egészen eljutok majd, hát ha nem is ennek a végéig, de közel a végéig. Majd utána az ujjammal fellazítom, szerintem nagyjából ideig fogom fonni, és akkor utána majd ide hátra elhúzom, és itt pedig le fogom majd csatolni. Utána pedig mutatom, hogy mit kell csinálni. Ez most megvan, innentől kezdve számtalan lehetőség van. Hogyha szeretnétek, akkor maradhat így is a haj kiengedve. Hogyha arra gondoltok, hogy egy kicsikét melege lenne így nyáron a nyakatoknak, akkor egyszerűen csak hajgumizzátok föl, és akkor lehet egy ilyen oldalcoffotok, vagy egyszerűen csak például egy ilyen kis konyba is végződhet az egész. Én ezt fogom választani, de előtte azért még ezt az oldalt is végigfonom, és amikor majd itt találkoznak a különböző tincsek, akkor egyszerűen csak lecsatolom, és akkor készítek egy ilyen hihetetlenül egyszerű kis kontyot, és készen is leszek. El is készültem ezzel a különleges halszálkafonással, próbáljátok ki ti is, hogyha szeretnétek. Sziasztok!